Jó estét kívánok! Önök a világhíradót látják, Tóth Géza vagyok. Méltányos és emberi léptékű nyugdíjreformokat ígér Vladimir Putyin. Az orosz elnök televíziós beszédében ismertette elképzeléseit. Oroszországban a nyugdíjkorhatárt közel 90 éve nem módosították. A téma felvetése is elég volt ahhoz, hogy Putyin és a kormánypárt támogatottsága is megcsappanjon, és országszerte tüntetések kezdődjenek. Újabb állomásához érkezhet Oroszországban a közgazdászok szerint égetően sürgős nyugdíjreform. Szerdai televíziós beszédében Vladimir Putyin méltányos intézkedéseket ígért ezen a rendkívül kényes területen. Éveken át óvatos, szinte már gyanakvó voltam, ha bárki is a nyugdíjrendszer megváltoztatását javasolta, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a demográfiai és munkaerőpiaci tendenciákat. Egy méltányos, az emberek érdekeit szem előtt tartó döntésre van szükség. Nem késlekedhetünk tovább, azzal a társadalom stabilitását és biztonságát veszélyeztetnénk, fogalmazott az orosz államfő. Június 14-én a labdarúgó világbajnokság nyitónapjára időzítve Dimitri Medvegyev egy olyan előterjesztést nyújtott be, amely szerint a korhatárt a nőknél 55-ről fokozatosan 63 évre, a férfiaknál pedig 60-ról 65 évre emelnék fel. A bejelentés óriási vihart kavart, mind Putyin, mind a kormánypárt népszerűsége több éves mélypontjára zuhant, a tervezett intézkedés ellen pedig számos nagyvárosban szerveztek tiltakozó megmozdulásokat. Most Putyin egy visszafogottabb intézkedésre tett javaslatot. A nők esetében 8 helyet csupán 5 évvel emelnék a korhatárt, és más lépéseket is terveznek, amelyekkel tompítanák a várható hatást. Elemzők azt mondják, a nyugdíjrendszer reformja elkerülhetetlen Oroszország számára. A most érvényes korhatárokat még a Szovjetunió idején állapították meg, és azóta egyetlen kormány sem mert hozzányúlni. Megválasztották a kormányzó jelölteket Floridában, ahol szoros versenyre lehet számítani a novemberi választásokon. A demokraták versenyét meglepetésre egy progresszívnek tartott polgármester, Andrew Gillum nyerte meg a párt által támogatott jelölttel szemben. A republikánusok jelöltje pedig Ron DeSantis kongresszusi képviselőt, aki Trump támogatásával és konzervatív eszmék hirdetésével kampányolt. A részvétel meglepően magas volt, mindkét párt 500 000-val több szavazót tudott mozgósítani, mint 4 évvel ezelőtt. A török elnök szobra kelt feszültséget egy németországi tartományi fővárosban. Az alkotással a művész arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy Recep Tayyip Erdoğan irányításával Törökország a diktatúra felé halad, ahol 10 000-vel tartóztatnak le embereket azok politikai véleménye miatt. A németországi Hessen tartomány fővárosában emeltek arany szobrot a török elnöknek. Az biztos, hogy Recep Tayyip Erdoğan nem fog büszkélkedni a több méter magas alkotással. A szoborral a művész ugyanis a sajtószabadság méltatlan helyzetére akarja ráirányítani a figyelmet. Annak talpazatán egyetlen szó áll: sajtószabadság egy temetői mécses társaságában. Erdoğan egy megosztó ember, ehhez nem férhet kétség, és erről ebben az országban szabadon beszélhetünk. Nagyon sajnálatos, hogy máshol ez nem így van, de itt beszélhetünk nem csak a szoborról, hanem az emberről is, mondja annak a művészeti kiállításnak az igazgatója, ahol a szobrot emelték. A helyieket ugyanakkor megosztja a műalkotás. Ez nem művészet, ez provokáció, csak ront a két ország jó kapcsolatán, mondja egy ott élő. Törökországból származom, és ő az én elnököm is. Nagyon jó érzés egy ilyen szobrot látni itt az elnökömről, mondja egy törökországi bevándorló. Erdoğan már hosszabb ideje megosztja a németeket, valamint az ott élő törököket is. Berlin és Ankara közt komoly feszültséget szült, hogy Erdoğan német városokban akart kampányolni a legutóbbi elnökválasztás idején, de a német hatóságok ezt nem engedélyezték. A török elnök ezt követően nácinak bélyegezte az ottani illetékeseket. Újra rendezte a kormány sorait a görög miniszterelnök. Alexis Tsipras a jövő évre készül, az országban 2019-ben választásokat tartanak, és a kabinet népszerűségét az elmúlt években alaposan megtépázták a külföldi hitelezők által megkövetelt takarékosság és megszorító intézkedések. A fontosabb posztokon nem történt csere. Így megtarthat a posztját a pénzügy és a külügyminiszter is. Elemzők szerint a kabinetre ráfért a vérfrissítés. Tsipras pártja 2015-ben 35%-os eredményt ért el, de azóta a szavazói közel felét elveszítette. Metamfetamingyártó labort fedeztek fel Mexikóban, az amerikai határ közelében. A szabadban felállított laborban 10 ember dolgozott, akik naponta 200 kg kábítószert állítottak elő. A labor fenntartói elmenekültek a rendőrök elől. Mexikó a heroin krízistől szenvedő Egyesült Államok első számú drogszállítója. Augusztus elején már felfedeztek egy föld alatti labort Mexikóban, akkor 50 tonna kábítószert pusztított el a rendőrség. Minden eddigi becslésnél magasabb lehet a Maria hurikán puertorikói áldozatainak valós száma. A trópusi ciklon tavaly szeptemberben söpört végig az Egyesült Államok külbirtokán, ahol előtte csaknem 90 éven át nem tombolt ilyen erejű vihar. Egy új tanulmány szerint a hurikán közel 3000 ember haláláért volt felelős. Közzétették Puerto Ricón a Maria hurrikán pusztításáról készített tanulmányt, amit egy helyi egyetem közösen készített egy washingtonival. Szakértőik szerint a tavaly szeptemberi vihar idén február közepéig közel 3000 ember halálát okozta közvetlen vagy közvetett módon. Bár csak becslésről van szó, bejelentem, hogy hivatalosan is 2975-re módosítjuk a hurrikán itteni áldozatainak számát, mondta a tanulmányt megrendelő puertorikói kormányzó. A vizsgálat alátámasztotta, hogy a hurrikán jóval több áldozatot szedett, mint 64, a hivatalos adatokban ugyanis eddig ez a szám szerepelt. A Pennsylvaniai Állami Egyetem korábban 1085-re becsülte az áldozatok számát, a Harvard Egyetem pedig 4645-re. Ideje szolidaritást mutatni azok felé, akik elvesztették családtagjaikat vagy barátaikat, és elgondolkodni azon, hogyan készültünk a hurrikánra, hogy tanulhassunk a hibáinkból. A hurrikán 240 km/h-s széllel tarolta le a több mint 3 millió lakost számláló Puerto Ricót. Hónapokig nem volt áram, az anyagi kárt 90 milliárd dollárosra becsülték. A washingtoni kormányt sokan bírálták, amiért nem nyújtott elég gyors segítséget az amerikai külbirtoknak. Tűz ütött ki Görögországban egy krétára tartó kompon, ezért a hajónak vissza kellett térni a Pireuszi kikötőbe. A fedélzeten 875 utas és 141 fős legénység utazott. A hajó éjfél körül éppen Idra szigete mellett haladt, amikor a személyzet arról értesítette a parti őrséget, hogy tűz keletkezett a garázsban. A komp 4 órával később kikötött, a lángokat tűzoltó hajókkal próbálták oltani. Közben evakuálták az utasokat, akiket végül buszokkal vittek egy másik komphoz. A parti őrség vizsgálja a tűzokát. Komoly fejfájást okoz a kelet-ausztráliai gazdáknak a térségben tapasztalható szárazság. Ausztrália legnépesebb állama Új-Dél-Wales, amely az ország mezőgazdasági termelésének a negyedét adja. Idén viszont az átlagos búzatermésének csak a harmadát tudja majd biztosítani. Rokonoktól kapott takarmánnyal eteti a teheneit ez az ausztrál gazda. Új-Dél-Walesi földjén már nem tudnak legelni az állatok, ezért a délebbre élő családtagjai kisegítették. Nem szeretem, ha a párom segít kihozni az állatokat, amik ahhoz is túl gyengék, hogy felkeljenek, ezért le kell lőni őket. A férfiak érzelmileg jobban bírják az ilyesmit, mondta a gazda. A férfi becslése szerint a szárazság 200 000 ausztrál dolláros veszteséget okozhat neki idén, ajándékba kapott takarmánya még 1,5 hónapra elég. 1200 tehenünk és borjunk volt, de már csak a fele van meg. Vizet szivattyúzunk az állatoknak, hogy legyen mit inniuk. Bármit is teszünk, az csak rövid távon segít, de eső nélkül bajban leszünk. Ennek a másik gazdának a földjén 3 hónapja kiszáradt a vízgyűjtő, amelyben máskor jobb időkben 3 méter magasan áll a víz. Nem csak a takarmány kerül többe, de nincs téli termés, ami miatt a bevételünk harmada kiesik. Tőlünk nyugatra, ahol inkább ebből élnek, 1–1,5 évig bevétel nélkül maradnak. Hiába költöttek magra trágyára, mondta a férfi. A feleségével és 2 fiával együtt a gazda kézi erővel takarmányozza 300 tenyész tehenét és 1300 birkáját. A takarmányt az ország más részeiből hozatják. Ha esne is eső, 1–1,5 hónapig még kézi takarmányozást kell végeznünk, mert még fagyos az idő és a talaj csak lassan melegszik fel. Ez is csak újabb anyagi terhet ró ránk. A kormány korábban 576 millió ausztrál dollárt különített el, hogy abból támogassák az érintett gazdákat. Nemrég bejelentették, hogy ezt az összeget több mint a 3-szorosával megemelik. Tömegek vettek részt Spanyolországban az idei Latomatínán, vagyis Paradicsom fesztiválon. A furcsa népünnepét a valenciai Bunyol városában tartják minden évben augusztus utolsó szerdáján, amikor tömegek dobálják egymást paradicsommal. Helyi idő szerint délelőtt 11-kor tűzijáték jelezte, hogy elkezdődött a harc, ami egy órán át tartott. 6 teherautó vonult végig a főutcán, muníciót biztosítva a résztvevőknek, akik 145 tonna paradicsomot dobáltak szét. A településen 10 000-en élnek, de a fesztivál idején jóval többen érkeznek oda. A résztvevők jó része külföldi. A helyiek előre befedik az épületeket. A paradicsomdobálás hagyománya a 40-es években született. Eredetével kapcsolatban több elmélet is létezik. A fesztivált egy ideig az 50-es években, majd Franco diktatúrája idején is betiltották. És ezek voltak a világhíradó hírei mára. További szép estét kívánok, viszontlátásra!